108 csapat szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első, második és harmadosztályú bajnokságokban. A magasabb osztályokban és a Magyar Kupa országos főtábláján is maradtak el meccsek a koronavírus miatt, és a megyében is el kellett néhány mérkőzést halasztani. Ezek azonban kivételes esetnek számítanak, a megyei igazgató tapasztalatai szerint a csapatok mindent megtesznek azért, hogy pályára tudjanak lépni. Különösebben nagy probléma nélkül elindultak a felnőtt bajnokságaink valamennyi osztályba, sőt az U14 és az U16-os fiú bajnokságaink is, illetve az U19-es fiú bajnokságaink, a lányok is hamarosan elkezdik a bajnokságokat. Minimális szinten azért vannak elmaradt mérkőzések, eddig az elmúlt egy hónapban, hiszen azért már 5 forduló is eltelt a megye 1-megye 2-es bajnokságokból, 4 egyesület volt érintve különböző okok, elsősorban ugye a mostani egészségügyi helyzet miatt, ahol ilyen 2 hétig nem tudtak esetleg mérkőzést játszani. Azon belül is volt, ahol a felnőtt ugyan játszott, de az utánpótlásból, ugye iskolába előforduló karanténok miatt nem tudtak részt venni. Ezeket a mérkőzéseket ilyen októberre, vagy adott esetben novemberre csúsztatták a csapatok. Meg kell jegyezni, hogy egyrészt nagyon örömteli, hogy a csapatok játszani szeretnének, másrészt pedig szintén nagyon örömteli, hogy eddig mindegyik esetben az ellenfél az első szóra belement abba, hogy a mérkőzés módosításra kerüljön. Így nem kellett nekünk központilag versenyügyi szempontból beleavatkoznunk egy-egy ilyen módosítás. Remélem, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Elindult a megyei öregfiúk bajnokság is, mégpedig az eddigi rekord létszámmal 8 csapat nevezett ugyanis a 40 év felettiek számára kiírt sorozatra. Jó hangulatban zajlanak a tornák, azt kell mondanom, hogy az eddigi 2 fordulóba, hiszen ugye a tornarendszerben szervezzük ezeket a mérkőzéseket a csapatoknak. Az eddigi 2 forduló összesen 24 mérkőzést játszottak le, és összesen egyetlen sárga lap született, tehát tényleg nagyon barátságos hangulatban zajlanak a mérkőzések. Rengeteg gólt láthatunk, szép gólokat is érdemes majd kilátogatni ezekre a tornákra. 2 hetente szokott lenni 2 helyszínen, hiszen egy helyszínen általában 4 csapat jelenik meg. Kivétel volt a nyitókör Tiszavasváriban, hiszen Tiszavasváriban van egy olyan létesítmény, hogy mind az öltözői létszám, mind a 2 nagy méretű jó minőségű füves pálya lehetővé tette, hogy mind a 8 csapat ott legyen, és akkor 4 kialakított pályán tudtak játszani, hiszen az öreg fiúk félpályán keresztbe játszanak. Mint Vaka Árpád elmondta, október közepén indul a megyei igazgatóság által szervezett regionális futszálbajnokság is. 6 szabolcsi, borsodi és hajdúsági együttes lép majd pályára a hétfői játéknapokon.